Sziasztok! Hát igen, hamar eltelt ez az 5 év. Itt az alkalom, hogy bemutassuk középiskolás életünket ebben a kis videóban. Elsőként gyertek velünk, tekintsük meg néhány pillanatainkat az iskolából. Jó szórakozást! A Kisfaludi Sándor iskola ebben az évben 3. alkalommal szervezett bolyatábort a 9-eseknek, hogy a tanévkezdés előtt kötetlen formában ismerkedhessenek meg egymással, osztályfőnökeikkel és az iskolával. Good morning, everybody. Good morning. Please, and open it on page 66. We are going to do a reading comprehension task. És természetesen az órákra is felkészülten jártunk, kifejezetten a német órákra. 13. C osztály, itt van. Várom a 13. C osztály. Tessék jönni. Kom, schnell. És testnevelés órákra is nagyon aktívan készült az osztály. Na sietek is, nehogy elkéssek. Sorakozó! Köszönöm,
De azért együttes erővel nagyon jó eredményeket sikerült elérni a sporton belül, és emellett a szórakozásra is jutott idő. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on me, my dear. Cause all the truth may be bár az öt év gyorsan elrepült, de az osztály emléke örökre fennmarad. Hát a legnehezebb feladat természetesen az, hogy az állandó konfliktusokat kezelni kellett, méghozzá azért ezek meglehetősen, hogy úgy mondjam, elmérgesedett konfliktusok is voltak, viszont én nekem mindig sikerült a méregfolkat kihozni. A 13. C történelemben nagyon jeles osztály, hiszen olyan személyiségek járnak oda, akik történelemből is ismerünk, mint például Nagy Katalin, és a kurucok is képviseltetik magukat az osztályban. A hátralévő hónapokra szeretnék egy üzenetet átadni, hogy a latinok mondják non scholae sed vitae discimus, nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk, és a történelem az élettanító mestere. Minden osztálynak megvan a saját arculata, a saját hangulata. Ami a 13. C-t jellemezte, az az, hogy bármiről beszéltem, bármit mondtam, a végén mindig ugyanoda lyukadtak ki. Ez ellen nem tudtam mit tenni. Köszönöm a hangulatos órákat, a kirándulásokat, és hogy elnézték nekem, hogy használtam a térképtartót. Hát szívesen fogok emlékezni Ricsire, meg az ő számológépére, mert nincs még egy ilyen diák az iskolában, aki ennyire gyorsan, precízen tud nekem számolni a gépével, mint ő. Azon kívül mindig itt volt nála. Nem volt olyan osztályom, aki ennyi mezei dicséretet kapott volna, mint a 13. C, és nem volt olyan osztály, aki ennyiszer ment volna ki WC-re az órámon, mint a 13. C. Kedves 13. C-sek, aranyos kis mucikáim, nagy szeretettel búcsúzok én is tőletek. Ami emlékezetes tőletek az okosságotok, tényleg minden helyzetben feltaláltátok magatokat, ügyesen megoldottátok a feladatokat is, viszont az adatbázisból sajnos nem nagyon sikerült előre haladnunk, még ilyen osztályom nem volt, amelyiknél ilyen lassan haladtunk volna. Külön köszönném Ricsikének, hogy minden órán volt pendrive-ja. Kedves Ricsi, köszönjük az ingyen wifi-t teremben, vonaton és mindenhol. Legközelebb is számítunk rád. Kedves Ricsi, én meg a telefontöltődet köszönöm neked nagyon. Szuper volt, hogy mindig itt volt. Mint minden osztály mellett, mellettünk is mindig ott állt osztályfőnökünk Móni néni. Mindig mellettünk állt és támogatott minket. Ezúttal szeretnék megköszönni a sok energiát, amit ránk fordított, és a támogatást, amit kaptunk tőle. Bármilyen problémánk volt, mindig számíthattunk rá. Ha szétesett az osztály, ő összekovácsolt minket. Mikor szomorúak voltunk, vagy féltünk az előttünk álló akadályoktól, ő bátorított minket és lelket öntött belénk. Jobb osztályfőnököt nem is kaphattunk volna. Hálásak vagyunk. Köszönjük, Móni néni!
osztályfőnökként minden pillanat emlékezetes természetesen, de én azt gondolom, hogy a kisfaludi hét megszervezése volt az, ami a leginkább összekovácsolta a csapatot, úgyhogy szeretnék még egy kisfaludi hetet, de nem mostanában.